A Jászlikon-Szolnok megyei önkormányzat minden évben elismeri egy-egy a rendvédelem területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó szakember munkáját. Ebben az évben egy karcagi tűzoltó vehette át a díjat. Köszöntöm nézőket, Csóti Gábor ezredes úrral beszélgetünk, hiszen Jászlikon-Szolnok megyei közbiztonság és rendészeti díjat vehetett át. Ehhez először is szeretnénk gratulálni a magam és a nézőink nevében. Köszönöm szépen. Sok-sok év van már ön mögött, mint tűzoltó, de hogyan is lett tűzoltó? Mi volt az a első olyan élmény, ami meghatározta, hogy ezt a szakmát, hivatást válassza? Első tűzoltósággal kapcsolatos élményem a diákkoromra, tanulókoromra vezethető vissza. Már 7. osztályosan megismerkedtem a tűzoltósággal ifjúsági versenyszinten, sőt, még szakközépiskolába is tovább kísért ez. És hát azért hangozzon el pontosabban az a sok szép eredmény, hiszen most nem említetted, de azért voltak nemzetközi versenyen, országos helyezések is voltak, tehát egy picit azért beszéljünk arról a csapatról, aki akkor azért mindent vitt az országban. Igen, általános iskolai osztályfőnököm Lévainé Rózsika volt. Nagyon sokat köszönhetek neki. Ő volt az, aki osztályon belül megszervezte az ifjúsági tűzoltó csapatot, mely 1987-ben és 88-ban is országos első helyezést ért el. Az edzőnk az Lévai Kálmán, az akkori parancsnok úr volt, akinek nagyon-nagyon sokat köszönhetünk ezen a téren, hisz már többen vagyunk a tűzoltóságon, akik aktív állományba, hivatásos állományba kerültek ebből a csapatból. És hát utána mondhatjuk úgy, hogy egy nagy varga betű következett, hiszen nem ezen a pályán indultál, hanem egy teljesen más dolgot kezdett el középiskolásként is tanulni, utána pedig az élete más felé vitte. Igen, hát én a mezőgazdasági vonalon indítottam el a tanulmányaimat, szakközépiskolába, Karcagon jártam, itt országos szakmai tanulmányi versenyen első helyezést értem el, így megnyílt a út a felsőoktatás irányába, majd Gyöngyösön gazdasági mérnöki szakon pénzügyi diplomát szereztem, és utána kanyarodtam vissza Lévai ezredes úrnak a megkeresésére, hogy mit szólnék, hogyha a tűzoltóságon helyezkednék el. A család mit szólt akkor ahhoz, hogy nem a mezőgazdasági diplomájával kezdett el dolgozni, hanem jött ide hivatásos tűzoltónak? Hát az az időszak, az pont a változásról szólt, az átalakulásról. Nagyon nehéz volt munkahelyet találni, és miután ugye a tűzoltói szakmát valamilyen szinten ismertem, hisz betekintést nyertem általános iskolai koromba, így azt nem mondom, hogy bátran, de nagy érdeklődéssel vállaltam ezt a kihívást. Sok-sok minden történt azóta a tűzoltóságon belül is, sok-sok átalakulás, sok-sok feladat. Mi volt az első feladata, amikor ide került? Közalkalmazottként kezdtem a pályámat, elvégeztem az alapfokú tanfolyamot, utána egyből behívtak sorkatonának, ezen egy hivatásos állományba kerülő embernek ezen túl kell esnie. Egy év sorkatonai szolgálat után 97-be kerültem a tűzoltóságon hivatásos állományba, ekkor a tűzmegelőzési szakterületen, mint kiemelt főelőadó dolgoztam. És aztán utána volt a nagyobb váltás, azt gondolom, ami az ön életében is meghatározott, hiszen itt azért házon belül sok minden más történt, de amikor megalakult a katasztrófa védelem, akkor teljesen átalakultak a tűzoltóságon belül is a feladatok. Igen, ezt azért egy hosszú 12 éves időszak előzte meg, még akkor a Városi Önkormányzat hivatásos tűzoltóságán, mint tűzoltási és műszaki mentési osztályvezető dolgoztam, illetve parancsnok helyettesként, és ezt követően 2012-ben, amikor újra állami irányítás alá kerültek a tűzoltóságok, akkor megalakultak a katasztrófavédelmi kirendeltségek, és ott kaptam felkérést a tűzoltósági felügyelői szakterületnek a irányítására. Mielőtt kezdtük a riportot, pont arról beszéltünk, hogy most volt egy tűz itt a szomszéd településen, és ön is beállt menteni. Vonulós tűzoltó nem volt, hiszen azért sokszor találkoztunk, amikor már felügyelőként tűzvizsgálatokon vett részt.
soha nem hiányzott az, hogy kint legyen a terepem? De természetesen én úgy gondolom, hogy igazán jó tűzoltóvá az válik, aki a ranglétát úgy végig járja. Azonban akkor, amikor én felszereltem, akkor a hatósági szakterületen annyira létszámhiányos időszak volt, hogy ezt akkori parancsnokom nem tudta sajnos a feladatok miatt számomra biztosítani, de mindig közel állt hozzám a tűzoltósági szakterület, ezért is vállaltam az osztályvezetőséget, majd a felügyelőséget, és a mai napig, hogyha kimegyek egy tűzesethez, akkor igen, bizony sokszor megfogom én is a sugárcsövet, vagy éppen a szikracsapót. Azt gondolom, hogy ez is egy fontos, hogy azért a kollégák, a beosztottak lássák, hogy a főnök is ott van, amikor kell és szükség van rá. Természetesen én úgy gondolom, hogy egy jó vezetőnek következetesnek kell lenni, szakmainak megalapozottnak, és minden tekintetben jó példával kell járni az állomány előtt. Az ön szakterülete azért olyan, hogy itt nagyon sok jogszabályhoz kell, nagyon sok előíráshoz kell alkalmazkodni. Szigorú, következetes, milyen vezetőnek tartja magát? Igyekszem következetesnek lenni, és mindenféleképpen megalapozottnak. Én úgy gondolom, hogy bárki megkeres a problémájával, akkor az egy 100%-os probléma, amit meg kell oldani, és a lehető legjobban úgy, hogy megfeleljünk a jogszabályi előírásoknak és normáknak. Azt gondolom, hogy aki hivatásának tekinti ezt a cseppet sem könnyű munkát, mint a tűzoltóság, az itt marad, és itt lesz önnel 20 éve, hiszen azért a kezdő csapatból még vannak itt néhányan. Igen, éppen néztünk a tablót, hogy a 1996-ban aktív állomány körülbelül 50%-a már nyugállományba vonult. Azok a csapattársaim, akikkel ifjúsági tűzoltóként kezdtünk, jó páran most is aktív állományban vannak, vagy a karcagi, vagy tiszafüredi, vagy éppen a szolnoki igazgatóságon, illetve a tűzoltóságon. Hát vagy pedig az országos irányításban vesznek részt? Igen, ugye elődöm, akitől a osztályvezetését átvettem 2000-ben, Bérci László tábornok úr, ő is jó pár kitérővel, megyei kitérővel, most jelen pillanatban az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon országos tűzoltósági felügyelő, ő irányítja a tűzoltási és műszaki mentési szakterületet. Napi munkája során azért a fegyelem, a rend az mindig ott van. Mennyire rendszerető ember otthon, tehát sarkosan kell állni mindennek, vagy a gyerekei is tudják már, hogy ennek így kell lenni, vagy ez már természetes az ő számukra? Én úgy gondolom, hogy aki engem ismer, azért tudja, hogy a pontosság és a következetesség az a hétköznapjaimat is végigkíséri. Próbálom gyermekeimet is így nevelni. Hát ugye minden gyakorló szülő tudja, hogy ez két gyermek mellett mennyire lehet sikerrel vinni, de hát dolgozunk rajta folyamatosan. De azért azt gondolom nem panaszkodhat, hiszen mind a két gyermekét, a fiát és a lányát is ismerem, tehát azt gondolom, hogy minden szülő ilyen gyermekre vágyik, mint ők. Igen, nagyon büszke vagyok rájuk, igyekeznek, mindent meg is tesznek annak érdekében, hogy az legyek, mind tanulásba, mind magánéletbe. Családban mi a munka megosztás? Először beszéljünk a galambászatról. Igen, ez egy nagyon gyermekkori álmom, hogy galambjaim legyenek, ezek úgy ifjúsági koromban meg is valósultak, és miután újra kertes családi házba költöztünk, így újra kezdtem a galambászatot, és nagy segítőm éppen a kisfiam, aki már nem is olyan kicsi. Igen, és azért arról is beszéljünk, hogy amikor itt Karcagon megrendezik a versenyeket évvégén, azért a dobogó első, de maximum második helyén azért mindig ott van, vagy külön díjat kap, tehát azt hiszem, hogy nagyon jó alapokat kapott öntől, de mennyi órát veszel ez naponta önöktől? Hát ugye az állattenyésztés az egy mindennapi gondoskodást igényel, ezt is próbálom fiamba bele diktálni, és hát sokat foglalkozunk vele, napi törődés mellett egyértelmű, hogy a hétvégéken több idő jut erre, és ugye az igazi eredmény a kiállításokon, a megmérettetéseken születik meg, és ott segít a tenyésztőnek a helyes irányt megmutatni.
milyen apa-lány programok vannak, tehát a lányával vannak-e közös hobbik, kirándulások? Természetesen vannak, hisz ő sem szorul a háttérben, neki is vannak saját galambjai, emellett nagyon szeretünk családilag kerékpározni, nagyon szeretjük a természetet. Célunk az, hogy minél kevesebb időt töltsenek a tévé előtt, a számítógép előtt, természetesen az is hozzájárul a mai korhoz, de egy kicsit kirobbantani őket a természetbe, természet közelien nevelni őket. A kultúra ugye minden napunkban feleségem révén beleívódott a család programjaiba, színházba járunk, múzeumokba, aktívan szoktuk tölteni a szabadidőnket. És otthon ki a fakanál? Hát természetesen a feleségemé, szokta ezt mindenki mondani, megosztjuk ezeket a dolgokat. Vannak, amiben ő a irányító, azért rendfegyelem terén, meg következetesség terén pedig én próbálom egy kicsit kordába tartani. Ugye vannak olyan szülői feladatok, amit az apára hárulnak. Lát esélyt arra, hogy valamennyi gyerkőc ezt az önhivatását válassza? Hát ugye ők még fiatalok, 4. és 7. osztályosak, egyértelmű, hogy a tűzoltóság az a mindennapi életünkben, ugyanúgy, mint a kultúra, az jelen van. Büszke lennék rá, hogyha valamelyikőjük ezt a hivatást választaná. Nem egy egyszerű hivatás, nagyon sok áldozatot kíván, de én úgy gondolom, hogy ezt megéri, úgyhogy ha ők így döntenek, akkor abban az esetben mindenféleképpen támogatni fogom őket. Beszéljünk egy picit ehhez a díjhoz kapcsolódóan arról a kollektíváról, amit ön irányít, hiszen azért az elmúlt közel másfél vagy 2,5 évtizedben, tehát az elmúlt 24 évben azért sok kollega maradt, ahogy ön is mondta, de vannak újak, tehát hogyan sikerül megoldani, hogy az újak is megtalálják ennek a hivatásnak a szépségét? Hát kollégáimra nagyon büszke vagyok. Egy díjat ugye egy személy szokott kapni, de ez mindig egy csoportnak, egy közösségnek a díja. Én úgy gondolom, hogy itt egy olyan megyei díjat vehettem át, amellyel a karcagi tűzoltóság munkáját is nagyon magas szinten elismerik. Én a tűzoltóságot úgy jellemezném, hogy ez egy család, ahova mindig visszacsöppen az ember, számíthat a másikra, nem csak a káreseményeknél, hanem a magánéletbe is. Egyértelmű, hogy ebben a szellemben kívánjuk és neveljük is azokat a új kollégákat, fiatalokat, úgy formáljuk, hogy ők is aktív tagjai tudjanak lenni ennek a szuperközösségnek.